Köszönöm a szót, képviselőtársad, ne handabandázunk itt össze-vissza, jó? Arra kérem önöket, hogy mondjuk ki Kerek Perec, hogy önök itt nem a népet képviselik, hanem csak saját magukat. Ez az igazság. Az az igazság, hogy önöknek tökéletesen megfelel az a helyzet, ami most van. Hát nézzék, itt ülnek a parlamentben, jó részbe se jönnek, és megvan a milliós fizetés 2026-ig. Álommeló. Hát persze, hogy nem akarnak új választást. Még a végén a nép kirostálná itt önöket, és meg is érdemelnék, mert ezért a pénzért cserébe pedig nagyjából annyit értek el, hogy lassan csődbe viszik az egész országot. De az embereket egészen biztos. Igen, képviselőtársak, önöknek itt jó állásuk van, meg jó fizetésük, a népnek meg egyik sincs. Önök lassan a Budira is luxusgéppel mennek. Az emberek meg odahaza azon matekolnak, hogy mit fizessenek ki, a kaját vagy a rezsit. Az a helyzet, képviselőtársak, hogy, és ezt rossz kimondani, de a politikusnak egészen más az érdeke, mint a népnek. Önöknek az az érdeke, hogy minél később legyen új választás, megvan a szék. A népnek meg az az érdeke, hogy minél hamarabb legyen új választás, mert nem bírja tovább. Se a szegénységet, se a drágulást, se a korrupciót, se a várólistát, se azt, hogy folyamatosan hülyének nézi. Szankciós benzin, meg háborús infláció, persze. A román mók után egy százassal olcsóbb a 95-ös, mint idehaza. Miről beszélnek itt maguk? Itt, ha van háborús infláció, az nem az orosz-ukrán háború miatt van, hanem az Orbán-Brüsszel háború miatt, ami 13 éve tart és vesztésre állunk. Le kéne tenni a fegyvert, képviselőtársak. Nem kéne többet lopni? Tudom, önök azt gondolják, hogy a magyar néppel bármit meg lehet tenni, mert úgyis mindent eltűr. De higgyék el, az indulat már ott van. Ott van a boltban, amikor az ember meglátja, hogy mi mennyibe kerül. Ott van a konyhaasztalon, ahol a kis nyugdíja számolgatja, hogy vajon futja még a rezsire. Ott van a kórházban, ahol fél napot vár az ember, hogy ellássák a sürgősségén. Az emberek dühösek, képviselőtársak. Van, aki elmondja, van, aki elfolytja, de előbb-utóbb robbanni fog. Most még csak zúgolódnak a népek, de én ott vagyok közöttük, hallom, hogy miket mondanak. Látástól vakulásig dolgozok, és nem jutok egyről a kettőre. Ez nem igazságos. Ledolgoztam több mint 40 évet, és nem jövök ki a nyugdíjamból. Ez nem igazságos. Rendesen fizetem a TB-t, de ha megbetegszek, magánorvoshoz kell mennem, hogy ellássanak. Ez nem igazságos. Az emberek feszültek, képviselőtársak. Idegesek, ingerlékenyek, mérgesek. Most még sokszor csak egymásra. Beteg az orvosra, vásárló az eladóra, utas a sofőrre, de hamarosan önökre lesznek mérgesek, önökre lesznek dühösek, akkor mit fognak csinálni? Sokan már most Romániát emlegetik, tudják, ugye? Hát ne várják meg. Ne harcoljanak a saját népük ellen. Fogadják meg a néppártyán mozgalom követelését. Legyen új választás Magyarországon. Adják meg az embereknek a lehetőséget, hogy elmondhassák a véleményüket az önök kormányzásáról. Békésen, szabadon, demokratikusan. Különben mások fogják elmondani. Legyen eszük, képviselőtársak, legyen eszük, vesszen a kormány, győzzen a nép, igazságot a magyaroknak.